röviden felvezetném a kapcsolatomat és a kiállítandó anyaggal, illetve a januárral. 2016-ban a január hagyatéka, ugye hát akkor már beteg volt, és el kellett szállítani Berlinből a dolgokat, és az FMR része, tehát a nem a szobrok és a festmények, hanem a diák, a hajósnaplók és a zenék, azok a Cseh Tamás archívumba kerültek a művész családjának a jóvoltából. És 2017 végén Cseh András felkérésére bekapcsolódtam ebbe a kutatásba, mert ez egy nagyon efemer anyag, sok esetben hiányoznak a dátumok, nincs megrendezve, tehát ez nem egy átadó, vagy nem egy a művész által készre rendezett anyag, hanem egyszerűen dobozokban egy csomó dolog. A hajósnaplóknál könnyű dolga van a kutatónak, mert legtöbbször van rajta dátum, de például a fotók esetében nincs ilyen támpont, illetve más módszerekhez kell folyamodni. András tanítványa volt a januárnak, és rögtön az első pillanatban átjött, hogy nagyon jó érzékkel nyúl az anyagokhoz, tehát szívesen társultam mellé. Én a magam részéről elsődlegesen egy kronológia összeállítását gondoltam célszerűnek, tehát hogy úgy struktúráljuk az anyagot, hogy megpróbáljuk az évszámokat is mellé rendelni, illetve kiválogatjuk azokat a sorozatokat, vagy azokat az egységeket, amik összetartoznak. Ugye mert nagyon kevés dolog volt kiállítva, hozzátartozik, hogy januárnak kevés kiállítása volt életében. Ez még egy persze nyitott lista, de a Németországból is csak néhányról tudunk eddig. Magyarországon voltak nagyobb kiállításai, például az István Király Múzeumban 2007-ben, illetve a Paksi Képtárban 2019-ben, amit már a barátai rendeztek a művész betegsége miatt. Ez az anyag, ami itt most bemutatásra kerül, ez András választása volt, és ez a diák közé tartozik, ugyanis a január elég sokat fotózott, egyik fő kifejező eszköze a fotó lett, viszont kizárólag diákat, vagy elsősorban diákat készített, ami azért is érdekes, ugye, mert a dia az egy vetített kép, tehát egy olyan fajta közösségi élményt predesztinál, mint mondjuk egy koncert, vagy akár együtt is lehet ugye működtetni a kettőt. Tehát ez egy sajátossága az ő fotó munkásságának, és a másik, ami egyébként ezeken a képeken is érvényesül, az az, hogy kép a képben effektusokat használ, tehát ebben az esetben konkrétan egy diavetítővel kivetít a tárgy mellé, amit lefényképez, a mellé egy másik képet, tehát így egy összetett kép keletkezik. Ez gyakorlatilag végigvonul ezen a sorozaton is. Teljesen kifinomult formájában ez a mesediáknál látható. Itt van néhány mesedi, ezeket nem láttam, hogy melyek voltak, melyek nem. Ennél a sorozatnál lesz majd a legkifinomultabb ez a megvilágítás, háttérképvetítés, kép a képben effektus. Ezeket mind analóg eszközökkel, tehát alapvetően analóg módon dolgozott, nem használt számítógépet a munkája során. Ennek a sorozatnak az időbeli elhelyezése az kicsit bizonytalan, de azért nagy biztonsággal az megállapítható, hogy a 70-es évek második felében készült, valószínűleg a 78 körül. Ugye ez az az időszak, amikor még a Düsseldorfi Akadémián tanul, 78-ban vette át a mester diplomáját. Tehát ebben az időszakban is visszatekintés ugye a Magyarország életére, tehát a korábbi a barátokra, gyerekkora és néhány fiatalkori történésre, de például egy Kondor Béla pannó is feltűnik ott a egyik felső-középső képen. Ugye Kondor Béla tanította rajzolni még annak idején a 60-as évek végén, tehát privát kapcsolat voltak, ez csak egy privát viszony volt, de ezek szerint nyomot hagyott a január életében ez. A kiállítás címe az azt a januártól kölcsönözte az András, ez a vezérfona, hogy általában a január jegyzeteire, visszaemlékezéseire, nyilatkozataira hagyatkozunk. Ezt próbáljuk a kronológiával folyamatosan egyeztetni és adott esetben
kiegészíteni, és ez egy nagy fordulatra utal az életében, ugyanis egy kiteljesedési folyamatként jelenítette meg interjúkban és beszélgetésekben a saját pályafutását, amivel a fordulópont az 1977-ben történt meg, amikor elkészítette az Anyagútja című pasztel sorozatot. Ugye ez nem a pasztel technológia az érdekes ebben, hanem az, hogy ekkor talált rá arra a kozmikus útra, amit a saját szellemi termékének tekintett már, hozzátéve természetesen, hogy ebben sokkal előzetes tudása és mindenféle dolog beépült, tehát, de mégiscsak egy vizionárius munkának tartotta. Ez volt az a pont, amikor ráállt erre a később általa sokat hangoztatott kozmikus útra, tehát a kozmosz minden eleme élőlény, élőlénynek tekintette, és gyakorlatilag e szerint a nézetrendszer szerint rendezte el az összes későbbi munkáját. Tehát ezt nevezi a felnőtt kor kezdetének, és az összes korábbi dolgot, lett légyen az bármilyen professzionális, mint például a KEX zenekar működése, vagy akár az Olimpi című könyv, amit 75-ben Németországban kiadtak, ez egy ilyen képes könyv volt. Ezek abszolút meggyőző professzionális produkciók, de még nem ennek a világnézetnek a termény, vagy jegyében születtek, és ezért ezeket mind gyerekmunkának tekinti. Ez a sorozat is még ebben az időszakban kapcsolódik be. Ez a fordulat egyébként a névválasztással is van is megnyilvánul, tehát ez még Baksasós János műve, de gyakorlatilag ez a felnőttkor kezdete azt is jelenti, hogy fölveszi a Január Herceg nevet, és onnantól fogva viszont ezen a néven publikál. Több neve is volt, mert különböző önképzéseket indított be, indián iskolát, szamurái iskolát, illetve voltak más kisebb iskolák, ezeket a Jánoska tudná elmondani, Vető kolléga barátja, akivel együtt csinálták például az Isten és az Ördög iskolát is, de erről inkább talán ő nyilatkozzon. De minden esetre a indián iskoláról azért lehet tudni, hogy az a élőlények tanulmányozásának szentelt stúdió, miközben a szamuráj az életvédelem jegyében zajlott, és ezeknek az iskoláknak az elvégzésével indokolta ő aztán a hercegi rangot, illetve ezt az elnevezést. Tehát tulajdonképpen ez a sorozat, ez körülbelül az a forduló pont, ahol Baksasós Jánosból január herceg lesz. Előzetesen ennyit gondoltam így elmondani, de természetesen, hogyha bármilyen kérdés van, illetve plusz információ, mert hozzátartozik a kutatáshoz, hogy folyamatosan gyűjtjük az információkat, mert hogy a január nem volt egy ilyen bürokrata művész, tehát nem készített részletes életrajzot és portfóliót sem, úgyhogy úgy kell összeszedegetni a információkat. Egyébként ez az egész, ja még egy idézetet, igen, és szeretnék majd tőle még beolvasni, mert szerintem egy elég jó pontja a dolognak, és rávilágítom, és ugye ami alatt ő az egyetemre járt, ott Düsseldorfban történt az, hogy performerből, előadó művészből tárgykészítő lett. Tehát van egy ilyen folyamat, ugye a fotózás is az egyik eminens eszköze volt, emellett kerámia szobrokat készített, festményeket és mesediákat, illetve hajós naplókat. Ezt nyilatkozta egyszer, mióta dolgozom, a fateromnak egy jó kérése is él bennem. Szóval, ha varázsról van szó, azt mindig vigyem be a termékbe, és ne egyénileg a magam számára legyen kiaknázva. Erre én rá is szoktam, és innen és sikerült is bevinni a zenébe, a képekbe, a szobrokba, a rajzokba és a festményekbe. Ott sikerült átvinnem ezt a kozmikus anyagot. Tehát ez az idézet talán, ami így lendül, vagy bemutathatja azt, hogy hogyan próbált ő tárgykészítőbe, vagy mik azok a fordulópontok, amik mentén ő tárgykészítő lett az előadóból. Köszönöm szépen, és át is adnám akkor. Mari és Jancsi együtt mennek hazafelé. A villamoson nevetnek, és találkoznak még másokkal is, akik nevetnek.
Thank you.
Thank you.
Yeah.